Egy olyan városban és egy olyan megyében életünk, amelynek számos irodalmi jelentős alakja ismert, akikre méltán hivatkozhatunk a Magyar Kultúra Napján is. A Magyar Kultúra Napjának jelentősége megerősíti a Szent Istváni gondolatokat. Kölcsei himnusza, nemzeti imánk, a tiszteletet és a felelősséget jelképezi. Az idei esztendő Székesfehérvár életében Szent István évjegyében telik el. Mind a kettőnek nagyon komoly köze van a magyar kultúrához, a magyarság megmaradásához, főleg a magyarság megmaradásához a Szent Istváni államalapításnak és a magyar kultúrának és a megyei kultúrás életnek különösen fontos. A Szent István emlékév az összefogás éve is. A jelenkor kultúrtörténete az érből indult, hogy hazánk legjelentősebb országos programsorozatát köszönhesse. Amiről Kölcsei szól, beszél, és amiről mi is szólunk mindig, amikor ehhez a vershez, vagy más irodalmi, kulturális értékekhez fordulunk, az itt Fehérváron azt gondolom, hogy különösen felelősséget is ó ránk, hiszen miről beszélnek ezek a művek, a nemzetről beszélnek, a magyar nyelvről, a kultúráról, a fohászról, a magyar múltról, jelenről is, egyúttal pedig jövőről, és a nemzet történelmi fővárosával ez különös felelősséget is ró ránk. Szele István csak nem 40 esztendőt töltött a kultúra szolgálatában. A Prokultúra díj azonban csak egy szeletnyi hála, egy csepp, ami mégis életadó. Ha volt adottságom, nem tudom, hogy erénynek lehet nevezni, vagy valamiféle fajta átoknak, az, hogy mindig őszintén tudtam. Azt hiszem, nem csak élni, de a szakmát művelni is őszintén. Az ünnepi válogatás méltó volt az esemény rangjához. Újra megismerhettük a Vörösmarty Színházban a magyar népdal, néptánc, kórusmuzsika, szimfonikus zene legnemesebb hagyományait.